Jó, üdvözlök akkor még egyszer mindenkit, a mai órán a vállalkozási szerződésekkel folytatjuk. Az előző órán ugye megbeszéltük, hogy a vállalkozónál a teljesítés folyamata az valahogy úgy néz ki, hogy ugye van egy szerződéskötésünk, ezt követi a munka. Az előző órán nem pont így írtam fel, de így akkor már itt van a folyamat. Amikor elkészült a munkával a vállalkozó, akkor készre jelenti, ezt követően van ugye egy átadás, átvételi eljárás, kiállítják a teljesítési igazolást, számláznak és fizetnek. Ugye alapvetően ez a rövidített vagy egyszerűsített folyamata a vállalkozási szerződések teljesedésbe menésének. Az előző órán beszéltünk ugye a kamatos kamatnak a jelentőségéről, illetve arról, hogy hogyan tudja finanszírozni a további projektjeit a megrendelő vagy a fővállalkozó, úgyhogy ez neki ne kerüljön pénzbe. És akkor ugye eljutottunk addig, miről részletesen nem beszéltünk, és ez lesz a mostani témánk, hogy a megrendelő vagy a vállalkozó az úgyis meg tudja ugye akasztani a folyamatot, hogy nem ad ki teljesítési igazolást. Na, mit tud ilyenkor tenni a vállalkozó? A kérdés, a probléma az nem új keletű, ez mindig is előfordult az építőiparban különösen. Ezek az úgynevezett körbe vagy láztartozások. És pontosan ennek a kivédésére, meghiúsítására alkotta meg az országgyűlés a 2013. évi 34. törvényt. Ezt az egyszerűség kedvéért neki úgy vésse fel magának, hogy TSS törvény. Magát a törvényszámát nyilván nem kell tudni. Na, mi is ez a TSS? Mutatom az oldalt, ha sikerül. Sikerült! Ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellé rendelt szerv. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, hogyha az elejétől indulunk, ugye van egy ilyen fű, hogy alternatív vitarendezés, és itt található a TSS. Kattintsunk is rá, mutatkozzanak be. A TSS-nek az a jelentősége, hogy ez egy nagyon leegyszerűsített, nagyon gyors és nagyon olcsó eljárás, aminek hasonló a joghatása, vagy szinte megegyező a joghatása, mint a teljesítés igazolásnak. Mi is ez a TSS? A TSS-nek a tagjai, tehát akik ténylegesen elvégzik majd a szakértői szemlét, ők szakértők a területükön, igazságügyi szakértők. Amikor beadjuk a TSS eljárása iránti kérelmet, akkor a TSS megvizsgálja ezt a kérelmet, ugye maga a szerv, és hogyha ez megfelel a jogszabályoknak, továbbá befizettük az eljárási díjat, aminek az összege az a bruttó vitatott értéknek az 1%-a, talán igen látszik is, de minimum 60 ezer, maximum 450 ezer forint. Abban az esetben a TSS kirendel három szakértőt, akik, hogyha mi majd a kivitelezést vizsgáltatunk, akkor kimennek a helyszínre, szemrevételezik az elkészült munkákat, és ez alapján egy szakértői véleményt fognak letenni az asztalra. A szakértői vélemény az tartalmaz egy mondatot, vagy hát egy részt ilyen táblázatos formába, ami azt mondja ki, hogy mi az a munkarész, melyek azok a munkarészek, amelyek teljes bizonyossággal elkészültek. Ez nyilván lehet a teljesítésnek egy része is, nem feltétlen a teljes teljesítés, de minden esetre ez egy igazságügyi szakértői vélemény, ami igazolja azt, hogy a vállalkozó a munkának legalább egy részét 100%-osan elvégezte. A TSS az kizárólag szemrevételezéssel vizsgál meg
a vizsgálja meg a kivitelezést, tehát mérőműszereket mondjuk a lézeres távolságmérőn felül nem visznek magukkal. Nem végeznek roncsolásos és más vizsgálatokat se, tehát mondjuk nem fogjuk tudni őket rávenni arra, hogy betonminőséget nézzenek meg Schmidt vagy Poldi kalapáccsal, ez nem része a vizsgálatnak. Részben azért sem része, de furcsán mondtam, hát ugye azt említettem, és azt talán látszik a táblázatból is, vagy bocsánat, az itteni díjleírásból, hogy a TSS az rettentő olcsón dolgozik. És ugye a díjnak, amit mi befizetünk 1%-ot, fedezni kell a teljes apparátus fenntartását, továbbá fedezni kell a három helyszínen lévő szakértőnek a helyszíni szemledíját, és a helyszíni szemledíján felül még az, hogy ők le is írják a helyszíni szemlének a tapasztalatait a szakvéleményükben. Ebből talán látszik is, hogy valószínűleg olyan túl sok nem jut a szakértőkre, ez így van. Ezért az a tapasztalat, és próbálok nagyon finoman fogalmazni, a TSS az nem a fiatal mérnököknek a terepe. Tehát a TSS-nek dolgozó szakértők azért többnyire az idősebb korosztályból kerülnek ki, akik egyébként sokszor ugye emellett igazságügyi szakértők van cégük, ez inkább ilyen fizetés kiegészítés nekik. Tehát 50 évnél fiatalabb TSS-t tagolt szakértőt nem láttam, nem találkoztam velük, biztosan vannak, és nem leszólni akarom őket, ez egy általános tapasztalat, hogy az idősebb korosztályból kerülnek ki. Másik oldalról ez tök valóan nagy tapasztalattal rendelkeznek az építőipari vitákban. Egy pillanat türelmet kérek. Elnézést, itt is vagyok. Tehát, ugye azt mondtam, hogy nagy tapasztalattal rendelkeznek az építőipar területén. A nagyobb részt, a gondolatmenetben inkább nem megyek bele. Nézzük meg magát az eljárást, meg hogy mi a lényege. Az eljárás az azért jó, mert ahogy azt mondtam, gyors és olcsó. Összehasonlításként, hogyha önöknek van mondjuk egy néhány százezer forintos elszámolási vitája, legyen mondjuk ez tervező, ne is ki, de lehet kivitelező, legyen kivitelező, akkor annak a hagyományos igazságügyi szakértővel való kivizsgáltatása, ez ugye azt jelenti, hogy nem peres eljárásban közjegyzővel kirendeltetik szakértői előzetes bizonyításként a szakértőt, ő kimegy a helyszínre, megvizsgálja, stb. Még ott is az esetek nagyobb részében simán szemrevételezés van, de ott egy darab szakértőnek, elnézést, hogy darabot mondtam, tehát egy szakértőnek a munkadíja az akár 3-400 ezer forint is lehet. Ugyanannak a kérdésnek a vizsgálatára, amit adott esetben mondjuk a TSS 60-100 ezer forintért megcsinál, azt hiszem milliót mondtam vitatott értéknek. Tehát nagyon olcsó, és itt ugye 30 napon belül le kell folytatni az eljárást, ezt 30 nappal meg lehet hosszabbítani, de 60 napon belül a kezdeményezéstől van a kezünkben egy szakértői igény. Az igazságügyi szakértői vélemény az 30-60 napon belül nem lesz a kezembe a tapasztalatok alapján, és még egyszer jóval drágább, maga a szakértő is jóval drágább, plusz a hagyományos szakértői eljárásban, tehát igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárásban, ott még a közjegyzőnek a díját is ki kell fizetni, az néhány tízezer forint, de akkor megint csak ott tartunk, hogy egy TSS szerinti mondjuk maximum 100 ezer forintos vizsgálatot, ha nem nagy a vitatott érték, közjegyzőnél 450 ezer forintért tudok megcsináltatni, ez nagyon nem mindegy, főleg pont a kisértékű követeléseknél nem mindegy. A TSS eljárásának vannak feltételei.
A TSS eljárásának a feltétele, hogy legyen rendelkezésre álljon írásbeli szerződés. Ez elvileg nem szabad nagy problémát okozzon, mondjuk építőipari kivitelezési vitáknál. Hát a vonatkozó kormányrendelet, a 191/2009-es kormányrendelet, ez az úgynevezett kivitelezési kódex, az előírja azt, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységre írásbeli szerződést kell kötni. Ugye a PTK alapvetően nem írja elő, de itt van egy speciális jogszabálya építőipari kivitelezésre, ott előírja a külön kormányrendelet, hogy mindig kell írásbeli szerződésnek lenni. Ennek ellenére nem mindig van írásbeli szerződés, ez sajnálatos, de ez egyúttal ki is zárja ebben az esetben a TSS-nek az eljárását. Másik feltétel, hogy a kivitelezésnek annak Magyarország területén kell történnie, ezzel nem szokott gond lenni, tehát szintén eljárhat ilyen esetben a TSS. A TSS pontosan azért, mert gyors és olcsó, valamit csavarnak azért csak kell benne lenni, a TSS az rendkívül túlterhelt. Tehát valószínűleg nincsenek elegen ahhoz, hogy ekkora ügyterhet ellássanak. Ennek van egy olyan hatása, hogy a TSS eljárásánál korábban, mondjuk azt mondom, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt szinte minden ügyben eljártak, amire érintőlegesen rá lehetett fogni, hogy érinti a TSS-nek a kompetenciáját. De mióta ennyire túlterheltek, itt van egy fun fact, ezt majd a karácsony előtt kiírom szerintem a Facebook oldalamra is. Az egyik ilyen tulajdonság pont a szigorú határidők miatt, hogy képzeljék el, hogy karácsony környékén többnyire leszokott állni a TSS-nek a kérelembeadási rendszere. Sajnos mindig pont ekkor érinti valamilyen hiba. Tehát ez a kérelembefogadási rendszer. Én egy fogadást azért nem ajánlok fel. Azt mondom, hogy karácsonykor nézzük meg karácsony környékén, december vagy két ünnep között, hogy vajon működni fog-e a kérelembefogadási rendszer. Szerintem sajnos pont lesz megint egy üzemzavar így a két ünnep között. Mert ugye ki kell adniuk 8 napon belül a hiánypótlást és a többi. Szerencsére sajnos pont bekövetkezik mindig karácsony környékén ez a nem várt üzemzavar. Majd meglátjuk, hogy most karácsonykor is így lesz-e. A másik, és ez már érdemi, de másikat az előző csak érdekességként mondtam, hogy a szakértői szervnek van egy ügyrendje. És az ügyrendnek van egy olyan pontja, ez a 7.2-es pont, vagy alpont, szerintem be is rakom ide. Igen, ez leírja, hogy mi az, ami tárgya a 7.2 a szakértői eljárásnak, és mi az, ami nem tárgya a szakértői eljárásnak. És a klasszikusan, ugye mi szokott a kivitelezésnél a kérdés lenni, hát nincs megelégedve a megrendelő az elkészült anyagok minőségével, vagy elkészült munkáknak a minőségével. Itt azt írja a TSS ügyrendje, hogy nem feladata a munkanem minőségi osztályba sorolása. Mert ugye mit szokott lenni a szerződésekben? Ez ilyen sablon szöveg a vállalkozási szerződésben, hogy magyar szabvány szerinti első osztályú minőségben elkészítik az adott munkanemet. A zárójelesen jegyzem meg, hogy nagyon sokszor olyankor is hivatkoznak magyar szabványra, mármint hogy ennyit írnak, hogy magyar szabvány, amikor nincsen magyar szabvány az adott munkára. A lényeg, hogy a minőséggel kapcsolatban vagy problémák jelennek meg, már pedig a minőséggel kapcsolatos minőségi osztályba sorolás az nem feladata a TSS-nek. Tehát elég sűrű mostanában a visszautasítás, az eljárás visszautasítás arra hivatkozással, hogy a 7.2-ben foglalt tilalom alá esik a feltett kérdés. Még olyan is volt, amikor annyit kérdeztem, csak hogy 100%-osnak minősül-e a kivitelezés, ha repedések jelentek meg, és ez nem befolyásolta. Valójában ezt azért adtam be ezt a kérelmet, ez egy érdekes dolog, mindjárt beszélünk róla, mert a elnapló, tényleg elnaplót is fogok mutatni,
a kivitelezésekről, építőipari kivitelezésekről úgynevezett elnaplót kell vezetni. És az elnaplóban van egy olyan fű, hogy munkaterület átadása. Amíg nem adja vissza a vállalkozó a munkaterületet, ez ugyanaz, mint amit a PTK szabályoz, ugye ott is van munkaterület, csak az elnaplóban ez megjelenik elektronikus módon. A munkaterület, amíg át van adva a vállalkozónak, addig nem lehet lezárni az elnaplót. Nem is a zárás a probléma ezzel, hanem hogy amíg van vissza nem adott munkaterület, addig a megrendelő nem tud az épületre használatba vételi engedélyt, vagy használatba vétel tudomású vételét kérni. Tehát a vállalkozó ezzel sajnos sakban tudja jelenleg tartani a megrendelőt, egyszerűen azzal, hogy nem adja vissza a munkaterületet az elnaplóba. Lehet rajta pereskedni, sok mindent lehet csinálni, de egy per az több év. És valójában még ott se tudják arra kényszeríteni a vállalkozót, hogy adja vissza a munkaterületet. Minden másra lehet, tehát fizessen kártérítést és a többi, de konkrétan a munkaterület visszaadását én még senkinél nem láttam, hogy ki tudta volna perelni. Olyan van, hogy a vállalkozó menet közben meggondolja magát és visszaadja, de ő magában nem tudja. És ez azért jelent problémát, ez a vissza nem adott munkaterület és a használatba vételi, mert a jogszabályok, a használatba vételre vonatkozó jogszabályok egyáltalán nem kezelik ezt az esetet. Az összes erre vonatkozó szabály az úgy kezdődik, hogy a használatba vételhez kell a felelős műszaki vezetőnek a nyilatkozata, és nem lehet vissza nem adott munkaterület. És nem mondja ki a jogszabály, hogy de abban az esetben, hogyha nem adja vissza a vállalkozó, jogszerűtlenül, egyébként volt olyan ügyem, ahol elhunyt a vállalkozó, ott nem mondom, hogy melyik, akkor még építésfelügyelet jelent el a hatósági bizonyítványnál. Az építésfelügyelet az egyébként jogszabálysértő módon megadta a használatba vétel tudomású vételét és az igazoló bizonyítványt, de ennek nem volt semmiféle jogszabályi alapja. Mert azt kellene megnézniük, van-e vissza nem adott munkaterület, hogy ha van, akkor nem járnak el, felteszik a kezüket. És nincs olyan lehetőségük, hogy de hogyha van vissza nem adott munkaterület, akkor is megadják a használatba vételi engedélyt. Nekem volt egy törvényjavaslat kezdeményem, valami ilyesmi, amit eljutottam az Igazságügyi Minisztériumhoz és az Innovációs és Fejlesztési vagy Technológiai Minisztériumhoz is. Azt a választ kaptam, hogy ugye az új építkezéseknél tavalyi évben eltörölték az elnapló kötelezettséget, és ez a probléma ezzel megoldódott. Ez a probléma egyáltalán nem oldódott meg ezzel, mert a folyamatban lévő elnaplókra ez a szabály ez nem alkalmazható. Továbbá, ahol banki hitel van, ott a bankoknak a nagy többsége, van néhány bank, aki nem, tehát hogyha építési hitel van a dologban, akkor megköveteli az elnaplózást. És akkor megint ott van a probléma, mi van, hogyha nem adja vissza a vállalkozó. Cégeknél ezért a kifizetést, az utolsó kifizetést eleve ahhoz szoktuk kötni, hogy a vállalkozó, alvállalkozó visszaadja a munkaterületet. Mert nem tudunk vele mit csinálni, hogyha nem adja vissza. És felmerült ez az osztályba sorolás az imént, csak hogy mit jelent az, ezt nem szokták tudni jogászok sem, ügyfelek meg még kevésbé. Ha valamire leírjuk, hogy valami első osztályú, magyar szabvány szerinti első, ez egy betontermékekre vonatkozó szabvány, ami itt van, de mindegy a mi szempontunkból. Tehát ha leírjuk, hogy valami első osztályú, az nem azt jelenti, hogy minden tekintetben 100%-osan tökéletesnek kell lennie. Nem attól első osztályú. Nézzük szépen, azt jelenti, hogy a kivitelezés első osztályú, hogy a vizsgált munkarészeknek legalább a 90%-a az első osztályú minőségű. Azt maga a szabvány határozza meg, hogy mi számít első, másod, harmadosztálynak és osztályon kívülinek. Ahhoz, hogy első minőségi osztályba tartozzon a másodosztályuk teljesítés, tehát az egészen belül, az nem haladhatja meg a 7,5%-ot, harmadosztályú a 2%-ot, és osztályon kívüli az legfeljebb 0,5% lehet. Tehát mondok egy példát, ha csak 90%-a a teljesítésnek az, ami a első osztályú,
Ugye azt mondanám, hogy hát azért az messze van a 100-tól, hogyha tökéletességre vágyom, de az még egy első osztályú teljesítés lehet, hogyha a második, harmadik, illetve az osztályon kívüli teljesítés az nem lépi át az itt írt mértéket. Ez azt jelenti, hogy akár komoly hibák is lehetnek a kivitelezésben, de hogyha az nem éri el a 0,5%-ot, a szakkérdés, hogy ez a százalékos súlyozás, ez hogy zajlik, szakkérdés, hogyha nem éri el az itt írt mértékeket, az még bőven lehet első osztályú. Jó, tehát a másodosztályú, harmadosztályú, itt van osztályon kívüli, meg szintén le van írva. Ezt ilyen módon nem kell tudni, csak magát az elvet, hogy az első osztályú teljesítés az közel sem azt jelenti, hogy hibátlannak kell lenni a teljesítésnek. Jó. A TSS ügyrendről beszéltünk. Na, hogy zajlik akkor maga a TSS-nek az eljárása? A TSS ugye megkapja a kérelmet, kijelölik a három szakértőt, a három szakértő az kimegy a helyszínre, ez a kiindulási alapunk, hogy helyszíni szemle is van. Mielőtt kimennek a helyszínre, és ebbe a TSS, nyilván ez a karácsonyi leállás, én ezen viccelődtem, én amúgy nagyon sokra tartom a TSS, tehát hatékonyak és jók, és nagyon ügyfélbarátak, amikor már befogadják a kérelmet. Bekérnek minden létező adatot, szerződést, megállapodást, e-mailezést az elvégzett munkákról, és úgy mennek ki a helyszínre. Ami miatt nem az igazi, de ebben valójában nem különbözik a közjegyző általi szakértői eljárástól, hogy a kérelmezett, tehát aki a másik oldalon van, nem aki kéri, hanem tipikusan a vállalkozó, ő nem csatolhat iratot, és nem tehet fel kérdéseket a TSS-nek. Tehát ott lehet a helyszíni szemlén, amúgy érdemes is ott lenni minden esetben, de ezt már ötödében nem kell mondani, minden eljárási cselekménynél ott kell lenni. Ez a kiindulási alap. Tök mindegy, hogy azt mondjuk, hogy lényegtelen, csak protokoll, nem, ott kell lenni. A TSS bejárás is ilyen. Ott vagyunk, ott a tanács nyilván vizsgálódik, végigveszi a kérdéseket, és hát azért szóban el lehet mondani, amit szeretnénk, vagy szeretnének. Hogyha ez megtörtént, akkor a szakértői tanács ugye a szemlét befejezi, erről amúgy jegyzőkönyv készül, amit aláírnak a jelenlévők, és egy-két héten belül azért többnyire jönni szokott a TSS-től a szakvélemény. A TSS szakvélemény az esetek nagyobb részében el is dönti a vitát, ilyenkor már viszonylag kevés per szokott megindulni, mert hogy van ugye igazságügyi szakértői vélemény a teljesítésről. Az olcsóságon és a gyorsaságon felül még egy olyan előnye is van a TSS szakvéleménynek, hogyha utána pert indít az ember, és erre a TSS szakvéleményre hivatkozik, akkor egy speciális per fog megindulni. Ennek szabályait régen a régi PP a PP-ben tartalmazta, most már a TSS törvény tartalmazza. Ez ugye a PP-nek a sajátossága, hogy most ezeket a speciális pereket lehetőleg nem írták bele. A TSS eljárás utáni pernek van egy olyan előnye, hogyha 3 millió forint alatti a követelés, akkor sem kell fizetési meghagyást indítani. Ez csak annyiból fontos, hogyha a TSS eljárás alapján nem egyeznek meg, akkor ugye nyilvánvalóan a fizetési meghagyásnak is ellent mondana a kötelezett, ennél fogva fölösleges kör lenne még egy fizetési meghagyást befizetni. A másik, ez mondjuk egy olyan szabály, ami nehezítés, hogy 60 napon belül be kell adni a keresetlevelet a bíróságra, tehát itt van egy 60 napos. A harmadik szabály, ez szintén nem, hát nem tudom, ez inkább előny szerintem, mint hátrány, de a felek nem szokták szeretni, hogy az ilyen TSS szakvéleményre alapított perben kötelező a jogi képviselet. Ez azt is jelenti, hogy hiába járásbírósági szinten van a per, ott például ügyvédjelölt nem járhat el, emiatt nem szokták amúgy a jogi képviselet szeretni, mert hogyha van egy 2 milliós pere, oda valószínű, hogy nem az ügyvéd szeretne menni, hanem elküldeni a jelöltjét, de hogyha TSS eljárásról van szó, akkor ugye jelöltet nem tud küldeni. De mi az, ami jó?
az eljárásban, amit viszont mindenféle előnynek szokott tartani. Rövidebbek a határidők, ez változhat, tehát ténylegesen nem kell tudni. Hogyha a bíróság megállapítja azt az összeget, amit a TSS is megállapított, akkor az az összeg az végrehajtható, előzetesen végrehajtható, és ideiglenes intézkedéssel ennek az összegnek amúgy a letétbe helyezését ezt a bíróság elrendelheti. Tehát röviden, gyorsabb a per, professzionális a per, meg kötelező jogi képviselet, és könnyebb végrehajtani, gyorsabb végrehajtani az ítéleteket, így mondom. Utána sok előnye van. Amennyiben 60 napon belül egyébként nem indítják meg a pert, akkor a szakértői véleményt azt a TSS törvény szerint fel lehet használni, és igazságügyi szakértői szakvéleménynek számít. De pont mikor? Három vagy kettő hete. Amikor nem volt óránk, de szerintem az 3 hete volt. Nem, 2 hete, de teljesen lényegtelen. Akkor voltam egy bíróságon, egy járásbíróságon, egy perben, pont ugyanez volt, hogy egy másik perben, tehát nem egy TSS perben szerettük volna, vagy hát szerette volna a másik, amúgy alperes is, felperes is hivatkozni a TSS eljárásban készült szakvélemény, de ez nem egy TSS per volt. A bíró viszont azt mondta, hogy ő nem fogadja el, PP kimondja, hogy a polgári perben akkor lehet más eljárásban készült szakvéleményt felhasználni, hogyha a felek egyike sem indítványozza magánszakértő vagy igazságügyi szakértő kirendelését, felperes pedig egyébként indítványozta magánszakértő kirendelését. Szerintem ez az értelmezés, ez helytelen volt egyébként, ez zárójelesen jegyzem meg, mert itt a TSS törvény a speciális a PP-hez képest, és a TSS törvény meg kifejezetten megengedi, tehát ebben a tekintetben felülírja a PP rendelkezéseit, de jelentősége ennek azért nincsen, mert úgy leszüneteltünk a perben, mert lehet, hogy megegyezés lesz. Jó, ez csak inkább érdekességként jelöltem meg. Alapállás és olyan perem már több is volt, a TSS szakvéleményt fel lehet használni a perben. Jó. Ugye még egyszer visszatérek, hogy mi volt ennek a hosszú gondolatmenetnek a lényege. Az, hogy ha nem kapom meg a teljesítés igazolást, akkor milyen módon számlázok. Bár arra amúgy van bírói döntés, hogy a TSS szakvélemény az nem minősül teljesítés igazolásnak. Tehát nem csereszabatos az egész. De onnantól kezdve, hogy van egy TSS szakvéleményem, ami egy igazságügyi szakértői szakvélemény, viszonylag nehezen fogja tudni vitatni a megrendelőm vagy a fővállalkozóm a teljesítést, és valószínűleg az esetek nagyobb részében fizetni fog. Ez azon, nem mondom, hogy kevés, mert azért akadnak a jogalkotási sikerek ezen a területen, de ez olyan, ami valóban működik, ez a TSS eljárás. De tök jó, hogy van. Van-e a TSS eljáráshoz kapcsolódóan kérdés? Nincsen? Akkor egy kicsit hadd beszéljek az e-naplóról, amiről korábban már szóltam egy néhány szót. Korábban, 2013. október 1 előtt az építőipari kivitelezési tevékenységeknél is kellett építési naplót vezetni. Most ez az esetek nagy részében teljesen alkalmatlan volt bármilyen célra, mert azt csinálták, hogy amikor a használatba vételi engedélyt kérték, akkor megírtak egy ilyen szabvány építési naplót, ugye az építkezés legvégén, hogy hát igen, hogyha most december van, és most fejeztük be, akkor valószínű márciusban alapoztunk, az 2 hetet át, március 17-én kezdtük el rakni akkor alapot mondtam, akkor nem is 17-én, hanem következő héten raktuk fel a zsalukövet, rá egy hétre volt a szerelőbeton, az egy hétig állt, akkor kezdtük el a főfalakat raktuk 2 hétig, amikor a főfalakkal végeztünk, akkor megcsináltuk a koszorút, a koszorú az állt
mit tudom én, hát 3 hetet azért illett volna, utána az ások dolgoztak 3 hétig a tetőn, mikor az megvolt, akkor 2 hétig járunk a tetőnél, akkor visszigeteltünk, megcsináltuk a válaszfalakat, kiékeltük, a hajzatbeton és így tovább, és akkor így eljutottunk a ház végére, vagy az építkezés végére, és az építési naplónak tökéletesen semmi köze nem volt a valós kivitelezéshez. A jogalkotó is észlelte, igazából borzasztóak voltak ezek a perek, mert ugye szabad bizonyítás van, de hogy semmi információnk nem volt valójában a kivitelezésről, ami alapján biztos nem lehet ezt rekonstruálni az az építési napló, mert vagy nem volt, vagy hamisított volt, már olyan értelemben, hogy nem akkor írták, amikor kellett volna, vagy másik esetkör, hogy egyáltalán nem volt, akkor pedig tanúbizonyítással rekonstruálni. És most elnézést, nem akarok senkit megsérteni, de egy átlagos családi háznál azért nem akadémikusok dolgoznak. Tehát viszonylag nehéz volt tanúvallomásokból rekonstruálni, hogy valójában ott mi és mikor történt, mert egyrészt nem emlékeztek, másrészt viszont ugye vagy még mindig alkalmazottjai voltak a vállalkozónak, akkor valószínű inkább a neki kedvező forgatókönyvet mondták el, vagy már nem voltak alkalmazottjai, mert összevesztek, akkor meg minden létező dolgot összehordtak, csak hogy a vállalkozót befeketítsék. Tehát borzalom volt minden tekintetben. És nem oldotta meg azt a problémát, ami az építőiparban egy nagyon gyakori hivatkozási alap, hogy valamilyen ok miatt mondjuk nem tudott dolgozni a vállalkozó, és később erre hivatkozással kért, vagy határidőhosszabbítást, vagy kötbérmérséklés, bármi. És akkor utólag kellett volna bizonyítani, hogy miért nem tudta, mondjuk decemberben kellene bizonyítani, de március 12-én miért nem tudtunk dolgozni, hát azért, mert fagyott. Jó, és ezt hogy bizonyítod? Vagy ott volt egy másik brigád, aki átrátatott minket a munkába. Ezeket nem lehet bizonyítani, vagy legalábbis nem egyszerű. És erre kitalálták ezt az elektronikus építési naplót, egy zárójeles megjegyzés, ez ugye az akkor a 2013. október 1 után kezdett kivitelezéseknél kellett, úgyhogy a 2013. október 1 előtt, szerintem ott szeptemberben tömegével adták el a papírírószerboltok ezeket a nyomtatványokat, az építési naplókat, mert hát ugye, hogyha abba tettek egy bejegyzést, beírták kézzel, vagy csináltak egy kapavágást a telken, hogy akkor ők elkezdték az alapot kiásni, akkor még nem kellett el naplót vezetni, hiszen korábban kezdődött, mint 2013. október 1. De nyilván most már egy 7 évvel később ezzel nem nagyon lehet csalni. Most pont az, hogy sok esetben eltörölték a naplózási kötelezettséget, én ezzel nagyon nem értettem egyet, amikor ez bekövetkezett, de nem is kérdezett erről senki. Mi a lényege az elnaplónak, akkor most már ide jöttünk. Az építési napló egy ügyfélkapuhoz kapcsolódó, hát azt a hitelesítést használja, hogy egészen pontos legyek, ügyfélkapus hitelesítést, ez egy online felület. Én most beléptem a saját elnaplómba. Ugye vannak különböző saját adatok, ami számunkra lényeges, ez az úgynevezett női szám. Ez a napló ügyféljel egészen pontosan. A női szám alapján azonosítanak mindenkit az elnaplóba. És akkor itt vannak ezek az úgynevezett készenlétbe helyezések, nálam most éppen csak egy van. Ez egy egyszerű bejelentéses családi ház például, amit itt mutogatok. És ami jó tulajdonság benne, ide feltöltik a terveket, plusz a szerződést. Innentől kezdve ugye egyértelmű, hogy mi a műszaki tartalom és miben állapodtak meg. Ez már csak gyakorlati megvalósulás, hogy ha építési hatóság, itt a Lechner Nonprofit, azt hiszem, hogy Kft., de mindegy ebben a tekintetben, de az építés felügyeletek sem ellenőrzik valójában a feltöltött tartalmakat. Ezért az a napi gyakorlat, hogy a kivitelezők, illetve a megrendelők a szerződésüknek csak az első és az utolsó oldalát töltik fel. Azért, hogy ne látszódjon, hogy mennyi
a vállalkozási díj, holott egyébként pont előírná a kivitelezési kódex, hogy ennek benne kell lenni a szerződésben. Benne is van, csak nem töltik fel az egészet. És minden egyes beépített terméknél, itt egyébként úgynevezett gyűjtő naplóba föl kellene tölteni a termékeknek a műbizonylatait, hogy ezzel igazolják, hogy a termékek, amiket beépítettek, alkalmasak az épülethez. És akkor ez az e-napló, csak ezt nem szokták tudni a sorrendet. Ez az e-napló, és az e-naplón belül vannak úgynevezett főnaplók. A főnaplók azok mindig egy kivitelezőhöz kapcsolódnak, tehát egy kivitelezőnek egy főnaplója van. Vannak különböző szerepkörök, most ez tök mindegy, hogy itt ki kicsoda, tervező, tervezői művezető, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető és a többi. A lényeg nekünk ez az úgynevezett napi jelentés. Ez a legfontosabb része amúgy az e-naplónak. Az e-naplóban a vállalkozónak minden nap be kell írnia, hogy milyen munkát végeztek aznap. Hogyha nincsen internet hozzáférése, éppen akkor ezt offline formában is lehet csinálni, de 3 napon belül fel kell tölteni. Hogyha nem töltik fel határidőben, vagy később akarnak ilyet rögzíteni, akkor ezt meg lehet tenni, de nagy piros betűkkel, itt most nem viccelek a pirossal, tényleg, nagy piros betűkkel jelzi az e-napló ebben az esetben, hogy ezt a bejegyzést visszarátumozták, később töltötték fel, mint amikorra kellett volna. És a lényeg, hogy a napi jelentésben, én nem tudok most napi jelentést írni, mert lezárt állapotú a napló, be kell írni, hogy történt-e munkavégzés. Hogyha nem, akkor értelemszerűen nem csinálunk semmit. Hogyha történt, akkor ez a válasz itt igen lesz. Be kell írni a munkaidőt, milyen hőmérséklet volt, volt-e szél, volt-e csapadék, egyéb időjárási körülmények, stb. Be kell írni, hogy kik dolgoztak a helyszínen, itt darabra kell írni, tehát mondjuk 2 kőműves, 3 segédmunkás, 3 hídépítő, most csak példákat mondtam. És vannak az eseti bejegyzések, oda bármit be lehet írni szintén. A lényeg, hogy a napi jelentés az kötelező megtenni a vállalkozónak, az eseti bejegyzés pedig megtehetik a különböző szerepkörök, tehát mondjuk a műszaki ellenőr beírja, hogy ellenőrizte az építkezést, vagy eltakart munkarészt vett át korábban, bármit, vagy tervezői művezetést is ide kell beírni, azt amúgy itt lehet rögzíteni az eseti bejegyzést. A lényeges nekünk, ez amivel könnyű visszakeresni, ez az úgynevezett bejegyzés naptár. Ez jó, mert itt eléggé vissza kell most menni. A bejegyzés naptárba így havi szinten lebontva megnézhetjük. Nézzünk egy bővebbet. Na, itt napi szinten megnézhetjük, hogy mik történtek a hónapon belül. Ugye ez kivitelezőhöz méltóan látszik, hogy a bejegyzések azok ilyen este 10 körül születnek, ezeket, hát ez sajnos a kivitelezésnek a sajátja. És hogyha rákattingatunk, akkor kiadja. Akkor ezek szerint mondjuk 2019. április 5-én 8 és 16 óra között volt munkavégzés erőszélben, nem volt csapadék. Segédmunkás 2 volt a helyszínen, és kőműves is 2 volt. És ez tök jó, mert hogyha bármilyen vitánk támad a későbbiekben a kivitelezővel, akkor szépen vissza tudjuk nézni az e-naplót, ilyen összesítőt is lehet nyomtattatni, és akkor PDF-be kiadja, ugye ez egy 56 bejegyzés van, vagy 56 oldalas, és akkor ugye itt elkezdenénk nézegetni, ugye fönn vannak a különböző dokumentumok, papírok, teljesítménybizonylatok, és így tovább. És itt vannak szépen a napi jelentések. Itt van, amikor átvették a munkaterületet, kitűzték az alapot GPS-szel, műszaki ellenőrtől bejegyzés, hogy átvette a vasalatot, és így tovább. Ha megnézzük, hogy mi történt, mondjuk. Itt van 2017. augusztus 28, falaszták a főfalakat. És ezáltal végig lehet követni a teljes építési folyamatot.
Nagyon fontos az építési naplóval, az e-naplóval kapcsolatosan. Az e-naplóból nem lehet törölni. És akkor ezt elmondom még egyszer és még egyszer. Az e-naplóból nem lehet törölni. Ez is egy nagyon jó tulajdonsága. Ez azzal is jár, hogy azért a építőipari kivitelezők között az kifejezetten sértés valamit egyből e-naplóba írni. Tehát ha valami nem úgy sikerült, akkor előbb szóban, aztán e-mailben, és csak legvégül nyúlnak az e-naplóhoz. Miért nyúlnak legvégül az e-naplóhoz? Elmondom még egyszer, mert az e-naplóból nem lehet törölni. És hogyha én, mint megrendelő, beírom egy munkarésznél, hibásan készítette el a kivitelező, amikor majd az építéshatóság, vagy az építésfelügyelet jön a használatba vételit megadni, és ugye helyszíni szemlét tart, akkor végignézi szépen az elnaplót, és megnézi, hogy volt-e valami balhé. Mármint, hogy ez az elmélet, a gyakorlat időnként nyilván más. És akkor rákérdez, hogy volt itt ez a napló bejegyzés, ezt hogy javították, kimutassák meg neki, és a többi. Tehát ez figyelemfelhívás, és nem a jó módon. De a magunk védelmében amúgy érdemes minél többet rögzíteni az e-naplóba. A fényképeket van, hogy érdemes rögzíteni, vagy nem, fényképeket is lehet. Ugye egyrésztről a fényképeken, a magyar építőiparról beszélgetünk, ott lesz, hogy ott van mindenki védőfelszerelés nélkül egy szálgatyába, mondjuk ha betonozás van, meg egy gumicsizmába. Ez még magyar viszonyok között sem felel meg a munkavédelmi feltételeknek, ennyiből nem praktikus. A másik, konkrétan ebben az elnaplóban olyan nagyon sok kép nincsen, de van kép az áram és gépésznyomvonalakról, még a vakolás előtt. Ez tök jó, hogyha bármi probléma van később, a képeken meg lehet nézni, hogy hol mennek a nyomvonalak. A másik, amiről van például kép, és ez azért volt fontos a kivitelezésnél, mert ezt a kivitelezők rendszerint elcsalják, hogy ahol fafödén van, tehát nem gerenda vagy monolit vasbeton, fafödémnél, mondjuk ez tipikusan tetőtérbeépítés vagy emelet, a kötelező lenne, hogyha ámennyezet van, tűzgátló gipszkartont használni. A kivitelezők ezt rendszerint lespórolják, mert körülbelül másfélszerese az ára a hagyományos gipszkartonnak. Mikor van probléma? Alapból nincsen probléma, akkor lesz probléma, hogyha tűz van. De hogyha tűz van, és ugye a bontásnál, amikor bontják le a kigyulladt tetőt, kiderül, hogy ez nem tűzgátló gipszkarton volt, mivel a szabványoknak, a jogszabályi követelményeknek nem felelt meg a gipszkartonozás, és ezáltal megsértette a biztosított, ugye a háznak a tulajdonosa a kár megelőzési és kárenyhítési és kár elhárítási kötelezettségét, ennyivel vagy csökkenni fog a biztosító által fizetett összeg, vagy mentesülni is fog adott esetben, hogyha a tűz az arra vezethető vissza, hogy nem volt tűzgátló gipszkarton. Ezért konkrétan ebben az elnaplóban arról is van egy külön kép, hogy a gipszkarton ott van csupaszon a fafödémen. Ezt onnan tudni, hogy tűzgátló gipszkarton, hogy a tűzgátló gipszkarton az ilyen rózsaszín színű, illetve még egy, ezt nem szokták tudni ma, hogy kivitelezők sem, hogyha a sima színű gipszkartonon rózsaszínek, pirosak a betűk, az is tűzgátló, de az a biztos, hogyha a tűzgátló karton piros színnel ugye föl van rakva. Na itt a bizonyítást könnyítené meg, hogy ott van az elnaplóba, hogy hát ott van gipszkarton csavarral rögzítve a tűzgátló karton. És akkor miért mondtam, még egyszer visszatérek erre a mantrára, amit itt ki is emeltem, az elnaplóból nem lehet törölni. Tehát ezt a megrendelő kivitelezők viszonylag gyorsan megtanulják. Nekem a legcifrább ilyen ügyem az volt, ahol elkezdett üzengetni a műszaki ellenőr a kivitelezőnek, és úgy kezdődött az elnaplóba történő beírása, hogy Tamás, te engem ne kóstolgassál. És hát mindenféle cifrakáromkodás is volt benne. Hát a műszaki ellenőr az elsüllyedt a bíróságon szégyenében, amikor a bíró ezt olvasta fel. És miért írta azt a kivitelezőnek, hogy Tamás, engem ne kóstolgassál, és felolvasta ezt a hosszú beírást. Nem jó ötlet. Tényleg azt már nem lehet törölni, az tüske lesz mindig a folyamatban. Jó, de a lényege, akkor van nekünk most már ez az e-naplónk, és nagyon örülünk, mert ezáltal
picivel jobban dokumentáltak a kivitelezések. És akkor egy szóba kerültek az építőipari szerepkörök. Építőipari szerepkörök között van nekünk ugye megrendelőnk, amit időnként építetőnek is szoktak nevezni, itt nem egységes a szóhasználat a kivitelezési kódex és a PTK között. Ugye ő az, aki megrendeli az épületnek az építését, és eljár a megrendelői oldalon, át fogja venni, ki fogja fizetni. Megrendelő az nagyon sokszor egyébként a nagyobb kivitelezéseknél főleg, az nem pont ugyanaz, mint az építető. Mert lehet, hogyha mondjuk a nem tudom, hogy ki a generálosa, mindegy. MOL székházat kell megépíteni, hát a MOL az nem fogott elnaplózni, meg ilyenekkel szórakozni, hanem ő megbíz a generál kivitelezéssel, hogy építsék fel a MOL-nak az új székházát. Nem vagyok benne biztos, de szerintem a marketet bízta meg, de teljesen mindegy. Megbízza a marketet. A market nyilván be fog vonni alvállalkozókat, és ilyenkor rendszerint ez úgy szokott történni, hogy az elnaplót azt a market, tehát a generál kivitelező nyitja meg, és majd a kész épületet fogja átadni a megrendelőnek, de a megrendelő nincsen benne az elnaplóban egyáltalán. És a megrendelő építetőn kívül, akkor ugye mondtam, hogy van nekünk egy kivitelezőnk. Itt az elnaplón belüli kivitelező napi jelentésért felelős. Itt az a lényeg, hogy kétféle kivitelező van, napi jelentésre jogosult és napi jelentésért felelős. Amúgy több embert is fel lehet venni az elnaplóba ezzel kapcsolatosan, tehát nem kell mindig ténylegesen mindig ugyanannak az embernek beírogatnia. A napi jelentésért felelősnek viszont minden nap be kell írni, hogyha volt munkavégzés. Van olyan, aki szerint akkor is írni kell, hogyha nem volt munkavégzés, legalább annyit, hogy nem volt munkavégzés. Ebbe megengedő az építésfelügyelet is, meg szerintem jogszabályból nem olvasható ki így teljesen konkrétan, hogy jelenteni kell. Időszakot be lehet írni, hogy mondjuk azt mondom, hogy két hétig nem lesz munkavégzés, ilyenkor tök fölösleges minden nap beírogatni, hogy nem volt valóban munkavégzés. A kivitelezőnek rendelkezni kell felelős műszaki vezetővel, FMV-nek szokták rövidíteni. Felelős műszaki vezető, ő egy szakember, legalább technikus, de az esetek nagyobb részében mérnök, és ő végzi a szakmai irányítását a kivitelező embereinek. Tehát valamilyen munkarész nem egyértelmű, akkor elmagyarázza, hogy szeretné látni, illetve majd a kivitelezésnek a legvégén neki kell nyilatkozni arról, hogy szabályszerű volt a kivitelezés, a hulladékot elszállították, és a többi. Tehát ő alapvetően amúgy a vállalkozónak az embere, és hát a kivitelezést irányítja többnyire a helyszínen. Ő is tehet bejegyzéseket, meg van, amikor kötelező is tennie. Van egy másik szerepkör, ez a műszaki ellenőr. A műszaki ellenőr, viszont hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, ő a megrendelőnek az embere. Ő azt csinálja, hogy vizsgálja a teljesítését a kivitelezőnek, és hogyha valami hibát talál, vagy nem tervszerű kivitelezést, akkor ezt jelzi a vállalkozónak, és kijavítatja. Jogosul továbbá a teljesítést elismerni a vállalkozónál, tehát sok esetben szokott az lenni, főleg, hogyha van egy következő szerepkörünk, de nem csak akkor, elismeri a vállalkozó teljesítését, tehát ő adja ki az itt írt teljesítés igazolást, és ez alapján jogosult számlázni a megrendelő. Attól még, hogy van műszaki ellenőr, nem kötelező, hogy ő adja ki a teljesítés igazolást, de rendszerint hozzá kötik. Jó, tehát ő ellenőrzi, hogy szabályszerű a kivitelezés, és betartják-e a vonatkozó előírásokat, és terv szerint haladnak-e. De ő ugye a megrendelő embere, a műszaki ellenőr. Az építetői fedezetkezelő, ugye van egy nehézség a kivitelezéseknél, amit az előző órán is beszélgettünk, hogy a megrendelőnél ott van a pénz, a vállalkozó meg beleteszi a munkáját, és itt van egy aszimetria.
ugye, mint a mexikói filmekben, mint a drogkartelles filmekben, hogy mit adjanak előbb, előbb a pénzt, nem előbb a táskát. És az építetői fedezetkezelő az pont ezt a problémát hidalja át. Fedezetkezelőnek úgy néz ki a működése, hogy a megrendelő az átutalja a pénzt a fedezetkezelő részére. Itt nem kell feltétlenül az egészet, az nagyon ritka, hogyha az egészet átutalja, mondjuk 20%-onként utalja. Van egy 1 milliárdos kivitelezésünk, 200 milliót beutal a fedezetkezelőhöz. A megrendelő, mikor elfogy a 200 millió, megint utal, mikor megint elfogyott. Miért jó ez? Mert a fedezetkezelő ad egy igazolást a vállalkozónak, hogy itt van nála a fedezet. És hogyha a vállalkozó teljesít, a műszaki ellenőr ezt a teljesítést leigazolja, akkor a fedezetkezelő az átutalja a vállalkozónak a pénzt. Tehát a vállalkozónak nem kell azon aggódnia, hogy teljesít, de nem fogja kifizetni vagy leigazolni a megrendelő. Azért nem kell aggódnia, mert a műszaki ellenőrnél nagyon komoly szankciókat alkalmaz az illetékes kamara, hogyha ok nélkül nem igazol le valamit. Tehát bár elvileg a megrendelő embere gyakorlatilag eléggé független, mert hogyha nagyon részlehajló, akkor kamarai kizárás is lehet a jogkövetkezmény, amit vele szemben alkalmaznak. És a utolsó szerepkör, amiről most szeretnék egy percben maximum beszélni, ez ugye a tervező. A tervezőnek van egy olyan feladata, ezt elláthatja amúgy más tervező is, ez az úgynevezett tervezői művezetés. Tervezői művezetésnek az a lényeg, hogy néha kimegy a helyszínre 5-6 alkalommal, ezt jogszabály elő is írja kötelezően, és hogyha valami nem egyértelmű, azt megmagyarázza. Mert önmagában a tervekből van, hogy többféleképpen meg lehet építeni ugyanazt az épületet, ugyanazt a megoldást. Jó, tehát a lényeg, hogy a tervezői művezető kimegy a helyszínre, magyaráz, és a tervezői művezető az nem mindig ugyanaz, mint a sima tervező, ki az épületet, vagy azt a felépítményt, vagy megoldást tervezte. Akkor egy utolsó gondolat, ha már a tervek szóval kerültek, tervekből alapvetően két szintet vagy típus szoktunk megkülönböztetni. Az első az engedélyezési terv, a másik pedig a kiviteli terv. Az engedélyezési szintű tervekről annyit kell tudni, hogy ezek kevésbé részletesek. Tehát egy tapasztalt kivitelező amúgy engedélyezési tervből is meg tud építeni különböző épületeket, vagy akár az összeset, de viszonylag nehezen ellenőrizhető. Mutatok példát. Mindjárt a kivitelezési vagy kiviteli tervre. Az engedélyezési terv az ugye arra szolgál, hogy megkapják az engedélyt, de egy csomó megoldás lehet, hogy nem egyértelmű rajta. Úgy itt most csináltam bemutattam egy tervet. Ez amúgy egy kiviteli terven található csomópont. Ugye azt kell tudni, hogy jóval részletesebbek, mint az engedélyezési, tartalmazzák ezeket a metszeteket, hogy hogyan követik egymást, és tartalmaznak csomópontokat. Ez azért fontos, mert hogyha csak az engedélyezési tervvel látnám, akkor annyit látnék, hogy itt van egy 25 cm vastag fal, fölötte egy 30-as, rajta hőszigetelés. De ami nincs rajta, az az engedélyezési terve, hogy az egyes rétegrendek azok hogy követik egymást, hogy épülnek össze. Ez egy nagyon jól átgondolt csomópont egyébként, itt van egy vízszigetelés, annak ütközik neki az XPS hőszigetelésként, azért van 25 cm vastag tégla itt, hogy a csapóeső miatt szükséges XPS, tehát ez a zárcellás polisztirol szigetelés, azt föl lehessen eddig futtatni, és hogy itt egy vízor beleférjen, ami miatt nem végigfolyik a víz ezen a szigetelésen, hanem a földre esik. De ugye ez és ráadásul itt van egy úgynevezett hőhíd megszakító elem, egy itomstart elem, ami 25 centi széles, vagy vastag, bocsánat, nem olyan széles, és ugye itt egy 25-ös sor téglával kezdenek, amúgy 30-as tégla van a teljes hőfalon.
Ez a kiviteli terven kívül másból nem derül ki. Az engedélyezési szintű terven, az ugye ott van egy fölülnézet, és ott látom, hogy 30 centi széles a fal, vagy 30 centi vastag, mindegy, hogy nevezem, és van rajta 15 centi szigetelés. De ott konkrétan erről a részről a világon, bocsánat, megpróbálok, hát ha itt tudok satírozni, nem tudok, vagy nem ezzel. Tehát a világon semmi nem derül ki, hogy itt 25-ös téglákat kellene alkalmazni. Jó, tehát jóval részletesebb és egy fontos tulajdonsága, utolsó gondolat a kiviteli tervnek, hogy a kiviteli terv alapján elvileg, ez elvi dolog, a kivitelezést azt egyféleképpen lehet elvégezni. Tehát ellenőrizhetővé teszi a folyamatot. Ez azért fontos, mert hogyha egy engedélyezési szintű terv alapján kell munkát végezni valakinek, és mondjuk háromféleképpen lehet megoldani az adott feladatot, akkor a háromféle megoldás bármelyike szerződésszerű. Hogyha nem azt a megoldást használta, ami nekem egyébként tetszene, de az engedélyezési tervbe belefér, az nem hibás teljesítés. Ha viszont van kiviteli tervem, és csak egyféle megoldást fogadható el, mert a kiviteli terv ezt pontosan leírja, és nem úgy végezte el a vállalkozó, akkor az viszont hibás teljesítés lesz. Ez az apróságoknál jelen nagy problémát, vagy nagy segítséget, mondjuk hőhidas lesz, harmadpont alakulhat ki, és így tovább. Aki építőipari szerződésekkel, vagy építési joggal fog foglalkozni, az nyilván részletesebben is bele tud menni. Egyelőre elég annyit tudni, hogy az engedélyezési terv kevésbé részletes, de azon is épület van, tehát fel lehet építeni, csak többféle megoldással. Nincsenek benne ezek a finomságok, amiket az előbb így mutogattam azon a terven. Kiviteli terv nagyon részletes, és csak egyféleképpen lehet felépíteni. Ennek megfelelően nyilván drágább is a kiviteli terv, de érdemes rászánni a pénzt. Jó, akkor az én utolsó kérdésem, hogy van-e valakinek kérdése. Köszönöm, hogy kibírták.